Jó reggelt kívánok azoknak, akik most kapcsolták be a televíziót. A Start után ez a Start Plus, az első témánk pedig az oktatásról szól, de egy kicsit másképp, mint ahogy arról eddig beszéltünk. Azt ugyanis tudjuk, hogy egyre több magyar diák szeretne külföldön tanulni, de vajon pontosan mi vonza őket a messzi egyetemekben, vagy mi nem tetszik a hazaiakban? Az NGM Akadémia egy felmérésben megkereste a válaszokat ezekre a kérdésekre, és Lévai Balázs igazgató mondja, hogy mire jutottak. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Alapvetően három kérdéskört próbáltunk feltérképezni a kutatásunk során. Az első az orientáció, a második a készségfejlesztés, a harmadik pedig a külföldi továbbtanulásnak a témaköre volt. A kérdés ugye arra vonatkozott, hogy miért szeretnének a diákok külföldre menni. Erre a kérdésre ők azt válaszolták, hogy elsősorban a magasabb várható fizetések, illetve a könnyebb elhelyezkedési lehetőségek azok, amiket ők leginkább motiválják. Tehát akkor ezzel nem arra válaszoltak pusztán, hogy miért külföldi egyetem, hanem hogy miért külföldön tervezik aztán a pályakezdésüket is. Részben igen, de azért azt látni lehet, hogy az egyetemi évek azok nagyban befolyásolják azt, hogy utána hogyan tud elhelyezkedni. Értem, de hogy már eleve erre számítanak. Tehát ők úgy mennek külföldre, hogy nem a későbbi magyarországi érvényesülésben látják majd ezt jónak, hogyha van egy diplomájuk mondjuk egy magasrangú külföldi egyetemről, hanem arra gondolnak, hogy így lehet külföldön dolgozni a későbbiekben, és ez az, ami valójában vonza őket. Hát a válaszokból akár ezt is láthatjuk. Nagyon érdekes volt amúgy, hogy a szülők mit válaszoltak erre a kérdésre. Ők kevésbé ezeket a kézzelfogható karrierrel kapcsolatos előnyöket emelték ki. Ők inkább az oktatás magasabb színvonalára és a kiszámíthatóbb rendszerre gondoltak a külföldi továbbtanulás mellett. Mit jelent a kiszámítható rendszer? Tehát ugye a politika nem rángatja évenként az oktatási struktúrát? Erre gondoltak vajon? Hát akár nagyon fontos lehet az, hogy előre tudnak a diákok kalkulálni azzal, hogy milyen képzésekben tudnak részt venni, ahhoz milyen bemeneti követelményekre lesz szükségük. Illetve azért még azt is ide csatolnám, hogy milyen képzések azok, amik megtalálhatóak az oktatási rendszerben. Tehát, mi az, ami népszerű és nálunk nincsen? Tehát amihez muszáj külföldre menni, ha valaki nagyon pontosan tudja, hogy mit szeretne. Alapvetően a magyar felsőoktatásra jellemző az, hogy kevéssé alkalmazkodik a változó világnak a követelményeihez. Tehát ma már teljesen más szakmák nőnek ki folyamatosan a földből, amik 5 évvel ezelőtt még akár nem is léteztek, és nagyon népszerűek. Például most mondok egy érdekességet, a LinkedIn-nek volt egy felmérése nemrég, ahol azt nézték meg azt a 10 tudományterületet vagy szakmát, ami 5 évvel ezelőtt még nem létezett, és ma nagyon népszerű. Ezek egyek közül például a Android és iOS fejlesztő, tehát mobil technológiai fejlesztő, ket keresnek nagyon sokan. Magyarországon ilyen képzésből viszonylag kevés van. Viszont van olyan típusú alapképzés, mondjuk feltételezem a Műszaki Egyetemen, amit hogyha elvégez valaki, és még mellette magát is egy kicsit képezi, ami az interneten gondolom azért megoldható, akkor el tud jutni ide, hiszen vannak is ilyen szakemberek nálunk is. Abszolút, de azért egy egyetemi képzésben való részvétel az ennél sokkal teljesebb körül, tehát teljesen más az, amikor valaki otthon magát képzi egyedül, vagy olyan diákokkal veszi magát körül, akik az adott, a világ legjobbjai az adott területen, egymást motiválják és közösen tudnak haladni. Ez azt jelenti, ezt tapasztalják, hogy leginkább mesterképzésre érdemes ilyen szempontból külföldre menni? Tehát valaki elvégez itt egy általános alapképzést, régen az volt ezzel kapcsolatban a közhiedelem, hogy az még mindig nagyon jó színvonalon Magyarországon, és amikor már specializálódni akar, akkor kimegy külföldre. Nem mondanám, és nem látjuk, hogy ez a trend. Amerikával kapcsolatban igen, tehát Amerikában leginkább mesterképzésre szoktak menni a diákok Magyarországról, de az alapképzés tekintetében is óriási különbségek vannak. Akárha csak azt megnézzük, hogy azok a képzések, amiket Magyarországon a diákok tudnak tanulni, mennyire hatékonyak, mennyire jól működnek. Itt egy érdekes adatot hoznék be, ez pedig az, hogy milyen mértékben morzsolódnak le a diákok a magyar felsőoktatásban. Az OECD statisztikái szerint az OECD átlag az 57%, annyian kezdik meg a felsőoktatási képzésüket, Magyarországon ez 54%, viszont az, hogy hányan fejezik be, az már érdekesebb, az OECD átlag szerint 39%, Magyarországon 23%. Tehát azt látjuk, hogy
vagy nincsenek tisztában a diákok azzal, hogy milyen képzésre jelentkeznek, és ezért esnek ki tulajdonképpen a képzés közben, vagy a képzés nem megfelelő színvonalú számukra, és ezért hagyják időközben abba. Ez összefügghet azzal, amit szintén az önök anyagában olvastam, hogy nem működik-e megfelelően Magyarországon az úgynevezett pályaorientációs szolgáltatás sem? Tehát, hogy akár már az egyetem kiválasztásánál lehetne összehangoltabban, ügyesebben, pontosabban orientálni a diákokat, hogy fel tudják mérni, hogy valójában melyik fába vágták a fejszéjüket? Abszolút, ez egy nagyon nagy hiányossága a magyar rendszernek. Megkérdeztük egyébként a szülőket, tanárokat és diákokat is, hogy kaptak-e az elmúlt két évben bármilyen orientációs támogatást, és a 60%-uk azt mondta, hogy semmilyet. És az látszik, hogy a diákok sajnos nagyon sokszor megalapozatlanul döntenek a jövőjükkel kapcsolatban, és úgy jelentkeznek bizonyos szakokra, hogy nem sokat tudnak arról, hogy csak annyit tudnak, hogy mondjuk én szerettem a gimnáziumban a biológiát, vagy a matematikát, vagy a magyart, vagy a történelmet. Pontosan, az egyik legnagyobb faktor a döntésük meghozatalakor a kedvenc tantárgyuk a középiskolában, ami szerintünk egy elég olyan dolog, ami félrevihet. Hogy megy ez külföldön? Egy nagyon érdekes példát mondanék. Nyugatra tőlünk nagyon sok esetben motivációs levelet kell írni a jelentkezéshez. Tehát az mondjuk egy elég tréfás dolog, különösen Amerikában, mert az az önkasírozásról szól az elejétől a végéig általában. Amerikában egy kicsit ez tényleg erősebben megvan, Nyugat-Európában azért kevésbé. Nagyon fontos viszont mégis, hogy a diák megpróbálja leírni és egy oldalban meggyőzni az adott egyetemet, hogy ő miért az adott szakot szeretné tanulni, és miért gondolja úgy, hogy ő már megtett egy csomó mindent azon a területen, miért képes arra, hogy elvégezze ezt a képzést. Így legalább végig gondolja azt, hogy tényleg miről is lesz itt szó egyáltalán. Készségfejlesztésben sem állunk jól a külföldiekhez képest. Ugye erről sok szó esik, hogy mondjuk általános iskolában pedagógusok tüntetnek éppen érte, jobban kéne az alapkészségeket fejleszteni. De mit jelent ez egyetemi szinten? Nagyon nagy a hasonlóság szerintünk, tehát itt a kérdőjében rákérdeztünk arra, hogy melyek azok a készségek, amik leginkább hiányoznak az oktatásból a diákok, tanárok és szülők szerint. És mind a három csoport első helyen a kreativitást, a kritikus gondolkodást, csapatmunkát, prezentációt, pénzügyi ismereteket emelte ki. Mi az Engem Akadémián foglalkozunk középiskolás diákokkal is, illetve egyetemistákkal, akik már mesterképzésre szeretnének külföldre menni. És azt látjuk, hogy mind a két csoportból hiányoznak ezek a készségek. Tehát az egyetemen meg kellett volna kapniuk addigra, hogy egyetemre mennek, igen, nem? Igen, tehát igen. Aki jogásznak vagy orvosnak tanul egy mesterképzésben, az nem fog mellette pénzügyi alapismereteket és kreativitást is tanulni, külföldön sem. Igen, ezeket már alapvetően a középiskolában meg kellene kapni, de nagyon érdekes amúgy, hogy ezeket a készségeket nem külön tantárként oktatják elsősorban, hanem például, ha azt nézzük, hogy egy magyar egyetemen nagyon sokszor a lexikális tudás az, ami még mindig a középpontban van állítva, nem nagyon nyílik lehetősége a diákoknak arra, hogy tényleg csoportban dolgozzanak, projekteken dolgozzanak, azokat prezentálják. Tehát még nyugatra tőlünk ezeket a készségeket a tanulmányok során szedik magukra a diákok, nem egy konkrét prezentációs tantárt keretén belül. Köszönöm szépen, hogy itt volt.